Negyed van. Szia Péter, hello! Jaj, hát tudom. Meg kell nézni, hogy milyen modern. Bizony. De már nem akarom meg. Nem vagy. Felkérem Pészabó Ernő zsűri elnököt, hogy nyissa meg a páratot. Polgármester úr, tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim! A szilveszter az új év búcsúztatása és az új köszöntése a vidámság ünnepe. A vidámság és a reményi egyben, egy víg esztendőben, ahogyan a himnuszban áll. Ha úgy tetszik, a bizakodás ünnepe, amihez persze az is hozzátartozik, hogy számot kell vetnünk azzal, amit az óvében tettünk, és fel kell mérnünk, hogy mit tegyünk, amivel magunk is hozzájárulhatunk, hogy az új év sikeres legyen.
Ehhez pedig kapva sem kaphatnánk jobb alkalmat, mint egy olyan kiállítást, amelynek művei Petőfi Sándorhoz kapcsolódnak, a magyar költészet egyik legnagyobbjához, akinek élete, munkássága minden korban példa volt a magyarság számára, de egyben a magyar géniusz jelképe is. Egyrészt művészi, erkölcsi értékei, másrészt összetettsége, ha úgy tetszik, a benne megjelenő szélsőségek miatt. Olykor akár magunkban is ismerhetünk azokban a sorokban, amelyeket ő írt magáról. Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek éneke, hogy lehet kétféle. Hogy dalolhat az jelenleg szívepesztő bánatot, ki elév egy pillanattal úgy örült, úgy vigadott. Sokféle Petőfit ismerünk, már csak azért is, mert magunk is sokfélék vagyunk, és a róla közösen kialakított kép korról korra változott, és változik ma is. Voltak időszakok, amikor elsősorban a forradalmát állították előtérbe a lobogón Petőfi gondolat jegyében. Voltak, amikor a magyarságát hangsúlyozták, a szlovák anyanyelvüként a magyar nyelv művészévé lett költőnek, de kifeledkezhetne meg szerelmi liájáról, tájverseiről, vagy azokról a költeményekről, amelyek a zsánerfestészet legnagyobbhoz méltó módon ragadják meg, mutatják be a népélet jellegzetes helyszíneit, alakjait, szituációit. Szilveszterkor kifeledhetné a Petőfit a jóból, a mámból költőjét. Milyen is volt hát Petőfi? Tesszük fel újra és újra a kérdést, és teszik fel újra és újra azok a képzőszeti alkotások, amelyek hozzá, alakjához, versélyhez kötődve megszületnek. Hogy arca, alakja milyen volt, azt a többi között Olai Petrics Csomától, rokonától, jó barátjától tudjuk, aki többször is lefestette őt. Középmagasságú, szikár, fahéjszín arcú, sörte, kemény barna hajú ifjú, villogó, fekete szemet, fehérét, bélcsikok futották át, dacos kifejezésű buszak ajkai fölött a bajusz csak most serkedett, hosszú nyak a leeső vállai közül mesztelenül nyúlt föl, s nadrágjáról egyszínű szürke célnakabát fötte tagjai. Írta róla 40-es éve közepén, akkoriban, amikor megfestette Petőfi Sándor Debrecenben című képét. Akkoriban készült Barabás Miklós egyik kőrajza is, és akkoriban vették fel azt a daguerrotípiát is, amely sokáig lappangott, csak 1948-ban fedezte fel Rózsa György művészettörténész, hogy azután további alkotások százainak vagy ezreinek az ihletője legyen. A Petőfi Irodalmi Múzeum Arcpoetika című kötete szerint ma 47 a költő életében készült ábrázolást ismerünk, és további 31-ről tudunk, amely lappang vagy elpusztult, és ma csak másolatból vagy leírásból tudunk róla. Hősi halála után azonban megsokszorozódott az őt ábrázoló művek, közöttük a köztévi alkotások száma. Pesti Dunaparton ugye ott áll emlékműve Izsó Miklós huszáradó alkotása, ugyanígy Debrecenben a város főutcáján a vasútállomás felé Medgyessy Ferenc munkája, a Gyulán Ferenci Béli kiváló plasztikája, amely folyton lelopják, letörik a kardot. Itton külföldön számtalan szobor, emléktábla áll, van szobra még Pekingben és Sánkájban is, az ő arcképe szerepelt valamikor az 50 pengősön és a 10 forintoson. A köztéri alkotások során egyébként éppen az a szobor indította el, amely ma itt áll az emlékház kertjében, Gerendai Antal 1861-ben született szobra. Minden szobornál, köztéri plasztikánál ismertebbé vált azonban talán az az olajnyomat, amely egykor magyar tiszta szobák ezreiben volt megtalálható. A Segesvárnál megsebesült, Haldokló Petőfit ábrázolja ez az alkotás, amit vévével írja a sziklára hazám. Tehet-e még hozzá valamit a művészet a korábbi idők Petőfi táblázoló alkotásaihoz? Alig, hanem minden korszak felteszi magának ezt a kérdést, és persze művekkel válaszol rá, igen. A néhány évvel ezelőtt elhunyt kiváló festőművész Csernus Tibor például egy olyan festménnyel felelt, amely azt a jelenetet ábrázolta, amely éppen Olai Petrics festette le barátját. Párbeszédet folytatott tehát ez a mű a korábbi alkotásokkal, és végül is mindegyik alkotás ezt teszi, akarva, akaratlanul is. És miközben ennek a kiállításnak a résztvevői arra a kérdésre felelnek, hogy mit is szeretnek Petőfiben, arra a másik kérdésre is felelnek, hogy a költőről szólva hogyan gazdagíthatják saját életművünket. Mert tehát akkor igazán örvendetes, ha Petőfi kapcsán egy-egy új mű megszületik, az nem csupán a pályázat alkalmából készül el, de szervesen beleillik az adott művész törekvésébe, művészi világába. Robert Péter Vándorló című festményével, mögöttem, mellettem, balra, bizonyosan ez a helyzet. A művet mély filozofikusság jellemzi, a teljesség megragadásának az igénye, hogyan a festő egyéb alkotásait is, ugyanakkor olyan artisztikusság és játékosság is,
amely a matéria a művészi nyelv eszközeinek kiváló ismeretét feltételezi. Hasonló értékeket fedezhet fel a néző Szévi Varga Géza kisplasztikáinál, a dalvak, kicsit távolabb, a dalvak, a Lébám és a Szivárvány című művekkel, amelyekben a líra sajátos módon ötvöződik a humorral, szerint iróniával, amely Petőfi világához oly közeli értéknek mondható. Hasonló kettőség figyelhető meg Sejben Lajos Egész úton hazafelé, illetve Júliána című sajátos technikával készült, különböző anyagokat alkalmazó plasztikájánál, illetve művészkönyvénél is. A kortárs magyar művészkönyv másik ismert mestere, Damó István viszont ezúttal színes tinta ceruza rajza jelentkezett, amelyet az Anyám tyúkja című vers ihletett. A humor ennek a műnek is egyik legfontosabb értéke, hogyan egyébként ezt szerencsére a kiállítás jó néhány más munkájánál is elmondhatjuk. Azt is elmondhatjuk, hogy nem működik ezen a kiállításon a határátlépés, a határátterületek kutatása. A kiváló textilművész Pápai Lívia például igen finom digitális nyomatokkal jelentkezett itt a szemközti falon, míg Dutkai Péter grafikus művész objekteket mutat be, amelyeket talán tárgyak és grafikai elemek ötvezetével, ha úgy tetszik, a dokumentarista pontosságával mutatja be a költőforradalmá munkásságának az értékeit. A művek jelentős része, mint említettem, arra a bizonyos daguerrotípiára, illetve az ahhoz kötődve korábban megszületett művekre utal, a költő portréjából kiindulva bontja ki a mondandóját, fogalmazza meg alkotó számára mi is a fontos, mi a legfontosabb Petőfi alakjában költészetében. A művek más része természetesen Szendrei Júlia alakját idézi meg, harmadik részük pedig egy-egy költeményhez, vagy a versek egy csoportjához kapcsolódik, míg a művek negyedik csoportja konkrét kortól, alakoktól, korabeli motivumoktól elszakadva fogalmazza meg mondandóját. Szilárd Klára például a táblakép tradíciójánál maradva elvolt kompozícióban mutatja meg Petőfi alakjában az üstököst, Kovács Géza szobrászművész viszont talált tárgyak, régi paraszti munkaeszközök ötvözésével készítette el Lándzsa volt című plasztikáját. Vannak szélsőségek. Pap István számára, hogy a legbiztosabb fogódzó a szülőház, ő ennek a formáit ragadja meg, adja vissza. Lőrinc V. Gabi viszont a vizuális eszközökkel alig-alig megidézhető állapotot, a dicsőség tündöklő szivárványát mutatja meg. Molnár István egy konkrét pillanatot, a félegyházi gyerekek és a költőszobának a találkozását ábrázolja, Takács Bernadett Tirtikonyán viszont a felnős volt sejlik föl előttük. A kettő között pedig ott az alkalmazott grafikus, lakátművész látlelete, ahol a vizuális nyelvről, amelynek egyes szólamai éppen a költőhöz kötődve formálódnak, Mátra István a közterek és a kommunikáció formálódó világának a pixelekből kirajzolódó Petőfi képnek a körvonalait vázolja fel. Sokféle technika, műfaj, nézőpont, generáció találkozik a pályázatra beküldött, illetve itt kiállított művek révén, nyilván sokféle nézői vélemény alakul ki. Drozdnyik István ironikus megfogalmazása, amely azt mutatja meg, amint Petőfi jelmezben angyaloknak szavalja a verseit, nyilván ugyanúgy jó néhány humorra, érzékeny pártolóra talál, mint Korodi Dorottya népihletésre utaló ékszere, Palotai Erzsébet ágydeszkára festett művei, vagy Szekeres Ferenc pseudo leletei Szendrei Júlia környezetéből. Magam örömmel fedeztem fel a művek között például Szabó János, a Magyar Nemzet állandó illusztrátora így látta Petőfi című festményét, vagy Pitman Zsófi népies falvédőjét, idézőjelbe téve a népiest, Éberlik Anikó vándorját, és Kelemen Dénes Lehel két festményét itt mögöttem, amely Petőfi egy-egy verse az apostol, illetve a szabadság szerelem ihletet. Egyrészt a művek kvalitása övendeztetett meg, másrészt az, hogy az alkotók fiatalok, és műveik azt ígérik, hogy a következő Petőfi pályázatok is sikeresek lesznek. Harmadrészt pedig az, hogy a művek sokfélesége ugyanazt fejezi ki, amit az említett Arcpoetika című kötet anyaga is. Nevezetesen azt, hogy a Vörös Sándor fogalmazott, senkit se kell végleges talapzatra emelni, és ezzel elszigetelni, maradjon a költő sérthetően eleven, és a méltán vagy igaztalanul megtámadott Petőfit százezrek fogják újraolvasni, vitatni, szidni, védelmezni, ami a legjobb lenne. És ha erre gondolunk, ne feledjük el azt sem, hogy most éppen azon a helyen állunk, amellett nem messzire, ahol ez a költőóriás 190 évvel ezelőtt megszületett, és sok-sok olyan dolgot tudunk róla, amit a születése pillanatában aligha sejtett valaki is. Állítólag egyébként születésekor olyan gyönge, olyan csöpnyi volt, hogy spiritusban fürdették meg, hogy megmaradjon.
Hát spiritus, az maradt is nem. A pályázaton első helyezést érte Rutkai Péter, akadémikus képzőművész, a Szabadságharc 150. évfordulójára honfiúi érzülettel 1849-1999 című dokumentatív munkája. Az indoklás szerint a tárgyi elemek műveemelése, a személyes művészi mondandóval történő ötvözése, Petőfi világának magas művészi színvonalon való megjelenítése miatt. Az Országos Petőfi Sándor Társaság díját dr. Olá Pál tiszteletbeli elnök adja el. Kelemen Dénes Lehel képzőművész Szabadság szerelem című alkotásával alkotását második helyezéssel díjazta a zsűri. Az indoklás szerint a költői mondandó figurális elemekkel való átírása, a szimbólumok tömör használata, egyéni képi világa jól kifejezi Petőfi lírájának személyességét, egyben általános érvényét. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum díját Kispárné dr. Luca Ilona igazgatóasszony adja át. Pápai Lídia textilművész Petőfi sorozata, melynek finom líraisága, érzékeny fogalmazásmódja Petőfi költészetének adekvát lenyomatát adja. Kiskörösváros önkormányzata díját Domonyi László polgármester úr adja át. Szobrászművész kapja a Darva című munkájáért. Az indoklás szerint a kisplasztikák néves kidolgozása, a bennük megjelenő ironikus felfogás, fogalmazásmód Petőfi költészetének plebejus voltát, egyben összetett hangzását fejezi ki. A Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány külön díját Barkóczi Ferenc kuratóriumi titkár adja át. Akadémia külön díját Robert Péter képzőművész nyerte el Vándorú című alkotásával. A mű mély filozófiai tartalma, Petőfi költészetéhez méltó magas művészi kvalitása, Petőfi költeményének kortárs hangú előadása miatt. A díjat Pészabó Ernő zsűri elnök adja át. Ismét a Komborzengő Együttes muzsikál nekünk. Utána kérem, tekintsék meg a kiállítást. A szilveszter következő programja a 18 órakor kezdődő színházi előadás Petőfi Sándor, a helység kalapácsa, avagy Betyárvilága javából címmel a Szilveszter Társulat előadásában, a Sukkaiba rendezésében.
Thank you.